Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Begleiten Sie uns. Zum ersten Mal wurde in Kokrush der Deutsche Nationalitätentag organisiert. Mit der Veranstaltung möchte man die Traditionen und Bräuche der deutschen Nationalität pflegen und den Interessenten zeigen. A német nyelvű szentmise után felvonulással indították el az első alkalommal megrendezett német nemzetiségi napot Kakasdon. Szeptember 29-én ünneplik Szent Mihályt, templomuk védőszentjét, és ez adta az apropóját annak, hogy még szeptemberben tartsanak egy német nemzetiségi napot, hívjanak vendégül néhány számukra kedves kórust, és hozzanak létre egy egész napos programot. A nemzetiségi nappal szeretnének megemlékezni a török hódoltság után Kakas település újraélesztésében szerepet játszó német területről ide települt emberekről. Kakasdon 1700-as évektől találkozhatunk német családokkal, őket betelepítették, és nagy érvágás volt, hogy a II. Világháborút követően a német ajkú lakosság jelentős részét kitelepítették. Szerencsére ez a több száz év nem múlt el nyom nélkül, és itt maradt a kultúra, a hagyomány, a német identitás, és ma is fontos szerepet tölt be. A német egyesület, a német önkormányzat és a német kórus is jelentős szerepet vállal abban, hogy ez mind megőrzésre kerüljön, tehát Kakasdon van létjogosultsága, a gyökereinkhez tartozik. A német önkormányzattal, a kisebbségi egyesülettel és a német kórustagokkal is nagyon jó kapcsolatot ápol a település önkormányzata, mondta el Selné Simcsi Korsolya polgármesterasszony. Szeretnék, ha ez a nemzetiségi nap hagyományá válna, és minden évben ezen a napon az itt élő embereknek és az ide látogató érdeklődőknek tartalmas szórakozási és kapcsolatteremtési lehetőséget teremtsenek. Az embereknek ismerniük kell a múltjukat, Kakasdon ebbe beletartozik a német nemzetiség hagyományainak, szokásainak az ismerete. Számos programot már létrehoztunk, és hagyománya is van, például a székelysváb disznóvágáson való részvételünknek. Januárban az elhult szótakra megemlékezünk minden évben az emlékműnél. Mivel Kakasdon nemzetiségi német oktatás működik az iskolában, ezért kiemelten fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek német tanulását és a német identitását nyomon kísérjük. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Egyesület igyekszik Kakasdon a helyi németséget összefogni. Karika Ágnes, a Német Kisebbségi Egyesület elnöke azt is elmondta, hogy mivel már szétválaszthatatlan az itt élők hovatartozása, fontosnak tartják, hogy a településen élő székely lakosságot is bevonják az általuk rendezett eseményekre. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az itteni székely kórussal. Minden meghívásuknak eleget teszünk, illetve őket is hívjuk a rendezvényeinkre. Együtt utazunk Erdélybe, illetve a német testvér kapcsolatunkat is együtt ápoljuk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép példája annak, hogy hogyan tud egy faluban összecsiszolódni két nemzetiség, és az együttélés örömeit hogyan tudjuk megmutatni a falunak. Karika Ágnes azt is elmondta, hogy az Egyesület és a Német Önkormányzat támogatásával már régóta létezik német nemzetiségi kórus Kakasdon. 2004-ben alakult, és a mai napig 14-15 fővel működik. Sok és nívós versenyen mérettették meg magukat, és szívesen tesznek eleget felkéréseknek, mennek énekelni a környező falvakba is. A mostani összejövetelre eljött a Teveli, Kisdorogi és a Hajósi kórus is, de a Szálkai, a Szekszárdi és a Hőgyészi kórussal is jó kapcsolatot ápolnak. Ezen a napon a szórakozásé és a kikapcsolódásé volt a főszerep.
beispielhaften Fleiß, materiellen Zuwachs, Bräuche und Traditionen der angesiedelten Deutschen wurden in unserer Heimat mit Recht geschätzt. Sie übten zahlreiche Berufe zur Zufriedenheit der ganzen Bevölkerung aus. Ihr beispielhafter Eifer war beneidenswert. Im 21. Jahrhundert ist aber ein großer Teil der alten Berufe in Vergangenheit geraten. Sogar auf dem Lande werden diese nur vereinzelt ausgeübt. Von der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung in Pogern wurde der Nachmittag organisiert, an dem die bis heute aktiven Handwerker die schwäbischen Berufe zeigen konnten. A törökdúlás a Dunántúl lakosságát is megtizedelte. A megritkult lakosságot főleg német, valamint horvát, szerb, majd szlovák telepesekkel pótolták. Elsősorban Mária Terézia és II. József uralkodása alatt. A németek betelepítését messze földön híres szorgalmuk, fegyelmezettségük és engedelmességük tette ajánlatossá. A sváb mesterségek fortéjaival ismerkedhettek meg a pogányiak szeptember utolsó hétvégéjén. Weimert Mihály Kádár egy 225 literes tölgyfahordó hajlítását, kitüzelését mutatta be az érdeklődőknek. A sváb származású mecseknádasdi szakember elmondta, nincs, aki tovább vigye mesterségét. Valójában tölgyfa rönköt hozzák le hozzám az udvarba, én azt ott fölvágom különböző hosszúságra, amely hosszú nagyságú hordókat akarok készíteni. És akkor azt fölvágom dongákra, tehát azt kell mondjam, hogy most nem így, hanem majd mintha deszkát vágnának hasonlóan, és akkor ki szabadba fölrakom, süssanap, éli az eső, tehát szellősen, tehát csersavat kilugozza az eső, és úgy van fölmágyázva, és egy két év után lehet belőle boroshordot készíteni, tehát akkor viszem a műhelybe, és akkor kezd, és akkor alakulnak ki az ilyen dongák, ilyen formájúak, és így az összeállítva. Hát ezekre van igény, ezekre a hordokra. Igaz, hogy egyre kevésbé, ez még pár évvel ezelőtt, akkor nem lehetett volna annyit készíteni, amennyit el nem vittek volna. Most nagyon lecsökkent, de mi is lecsökkentünk, tehát ez kevesen. Tőlünk, nálunk a faluban volt vagy 40 kádár, még több is, most már csak egy van, aki dolgozik. Nem én, egy másik kolléga. Tipikusan sváb mesterség a székfonás. A lakosság egyre növekvő környezettudatossága miatt népszerűek a sásból, gyékényből és csuhéból készült székek. Négyes tímea Erzsébetről érkezett. Ez egy olyan technika, hogy a szék sarkánál kezdek. Egy sarkot megcsinálok, megyek a következő sarokra, és így haladok körbe-körbe, mindig körbe. És ez a rész, ami meg van kötve, ez egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb, és a végén középen fogom befejezni a széket. Van többféle technikája. Ez, amit most csinálok, ez egy teljesen általános technika. A világon mindenhol elterjedt. Egyébként van egy hungarikumunk ilyen szempontból, mégpedig az ófalusi svábkötés, amit gyakorlatilag sehol nem csinálnak a világon. Hát most a megrendelő az nem azt kérte, úgyhogy ezért nem ezt hoztam. De tényleg az teljesen egyedülálló. Ez az egyik kihalóban levő mesterség. Baranya megyében rajtam kívül kettő darab székkötőről tudok. Nem sokkal több van a környező megyékben sem, tehát nagyon kevesen vagyunk. De vannak tanítványok egyébként, tehát én oktatok is, táborokat tartunk felnőtteknek, és úgy látom, hogy van egy-kettő, aki visszatér évről évre. Úgyhogy én mindig azon vagyok, hogy népszerű legyen a szakma, minél többen csinálják, szép is, meg hát értékes. Ha rajta múlik, akkor sokan lesznek. Venhart János sváb származású cipészmester, aki gyerekkora óta pogányban él. Ő is bemutatta mesterségét hétvégén. Én cipésznek tanultam. Annak idején ez úgy indult el nálam, hogy beteg voltam. És egy évet kihagytam az iskolából, és akkor az orvosom javaslatára, hogy ez bent van, meleg helyen, és könnyű aránylag, könnyű szakma. Hát kiderült azért melegnek meleg, de nem annyira könnyű. Megviselte az üzületeimét is, de azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy ezt választottuk. Akkor annak idején sok szép dolgot készítettem, már most nyugdíjas vagyok. Sokaknak úgy hiszem, hogy örömet okoztam ezzel, és még a máig is, hogyha jönnek,
szívesen segítek bárkinek bármit. Az unokám az most 14 éves, és éppen pályaválasztás előtt van, és éppen ma ajánlottam föl neki, ugye a teljes felszerelésemet, ami még megvan, szívesen átadom neki, a tudásommal együtt, de azt hiszem, hogy nem érdekli. Dekman Jánosné, mint mondja, tetőtől talpig sváb. Elmesélte, hogy a háború után pénzük ugyan nem volt, de birka volt minden háznál. Így kezdtek varni, majd horgolni, és kézimunkázni is megtanultak. Én pacskerrel, zoknikkal, mellényekkel, kézimunkával, női mellényekkel, ezt a férfiaknak kötöttük, újatlan, ezt pulóvernak mondtuk. Ez még a zokni, ez még volt a női zokni, és akkor ezek a pacskerok, ez is a pacsker. Ez divat volt a sváboknál. Tetszik látni, mindegyik más. És ez még mikor a unokám férhez ment, mikor éjfélkor átöltözött menyecske ruhába, akkor ezt a férjemnek az unokatestvérje kötötte, meg mi találtuk ki, mert úgy szoktuk közösen ezt a sarka, ez az oldala, ezt mind három tűvel, de az elejét öt tűvel kötöttük, és ez fiatalabb volt, és az még látta a színeket. Sajnos, de én már nem látom. Én most már csak ilyeneket tetszik látni. Az 1800-as évek végén belső áttelepüléssel költözött Észak-Baranya és Dél-Tolna térségéből az evangélikus vallású németség Pogányba. A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult meg, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. Pogány régebben két nemzetiségi falu volt, eredendően horvátok lakták, a történelem szerint ők pásztor népek voltak, a szakmát a svábság hozta ide be, mikor betelepültek, és úgy alakult ki, hogy több ácsköműves, kovács, székfonó is volt, bár az egy magyar ember volt, és hát ennek a kapcsán jutott eszünkbe, hogy a fiatalok nem tudják, hogy gyakorlatilag ezeket a szakmákat hogy művelték, hogy dolgoztak, és arra gondoltuk, hogy fölkérünk néhány szakembert, aki elhozza a régi szerszámait, bemutatja, hogy azokat hogyan használtak. Inkább az idősebb korosztályra jellemző, hogy tartják a hagyományokat. Próbáljuk a fiatalokat is megszólítani, főleg a gyerekek révén, ezért is készültünk népi játszóval is, illetve olyan mesteremberek jöttek, akiknél a gyerekek kipróbálhatják azt, amit régen műveltek. Én anyai ágon vagyok sváb lány, de én Tolna megyéből jöttem, úgyhogy mi 8 éve élünk itt Pogányba, de a kezdetektől befogadóak az itt élő emberek, és hát így én is nagyon hamar közéjük álltam. In der Kalocsai Grundschule Gyula Fényi ist der ungarn-deutsche Nationalitätensprachunterricht auf hohem Niveau. Die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt unterstützt seit Jahren den Sprachunterricht der Schule. So konnten die Viertklässler auch dieses Jahr an einem einwöchigen Nationalitätencamp in Császáté teilnehmen. Der Nationalitätencamp ergänzt die Arbeit in der Schule und bietet gleichzeitig Erlebnisse und Motivation für die Kinder. Die Viertklässler der Kalocsáver Grundschule Gyula Fényi konnten mit Unterstützung der örtlichen deutschen Selbstverwaltung ab 13. September eine Woche im Nationalitätencamp in Császáté verbringen. Vor 4 Jahren hat die Kalocsáer deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung das erste Nationalitätenlager organisiert und unser Programm unterstützt. Im Rahmen des Programms verbringen unsere Schüler immer eine Woche in Császáré. Und wir bieten viele bunte Programme, die den Schülern die schwäbischen Traditionen und Kultur näher bringen. Wir besuchen zum Beispiel den Töpfer und backen Brot beim Bäcker und stellen Most beim Winzer her und natürlich lernen wir auch schwäbische Tänze. Dieses Jahr
haben 33 Schüler an unserem Camp teilgenommen. Wir haben das Schloss in Hajós und das Dorfmuseum in Császártét besichtigt. Und bei schönem Wetter konnten wir Spaziergänge in der Kellerreihe und im Hain und auch in Rotem Sumpf machen. Unser Nationalitätenlager ist immer sehr erfolgreich. Jahr für Jahr erhalten wir immer nur positive Rückmeldungen von Eltern und von Kindern. Das Nationalitätenlager ist für die Kinder kostenlos. Sie sind in einem Hotel mit Vollpension untergebracht und die Kosten sind von der Kalocsaer deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung bezahlt. Der Nationalitätencamp bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit dazu, dass die Kinder alles, was sie in den Volkskundestunden lernen, in der Wirklichkeit kennenlernen, erfahren und ausprobieren. Also Császártét und Hajós sind ideale Orte für Camp, denn sie liegen in der Nähe von Kalocsa. Das Thema steht im Einklang mit Lehrplan des Volkskundeunterrichts. Unsere Schüler lernen 5 Stunden pro Woche deutsche Sprache und 1 Stunde Volkskunde. Die Viertklässler haben zu diesem Zeitpunkt bereits einige Fortkenntnisse. Im Camp lernen und wiederholen sie durch ihre eigenen Erfahrungen Themen wie zum Beispiel Bauernhof, alte Berufe, Gartenarbeiten, Möbel, Kleidung und Aberglaube. Wir lernen in der Schule ab der 1. Klasse Deutsch. Wir haben 5 Deutschstunden pro Woche und 1 Volkskunde. Wir singen und spielen viel. So lernen wir die deutsche Sprache. Einem pro Woche haben wir Volkskunde. Dort sprechen wir viel über die schwäbische Leute, über ihr Leben, ihre Sitten, ihre Arbeit. An einem Tag machen wir eine lange Wanderung, lieben schöne Pflanzen und Tiere. Wir haben in der Natur zu Mittag gegessen. Es war super. An einem Nachmittag waren wir bei einem Töpfer. Dort konnten wir selbst einen Löffelbehälter machen. Diese Arbeit hat mir sehr gefallen. Es ist wichtig, dass die Kinder mit guter Laune und gern die deutsche Sprache lernen. Dabei hilft der dieses Jahr schon zum 4. Mal organisierte Nationalitätencamp. Die Schüler der Grundschule Gyula Fényi sind auch dieses Jahr mit vielen schönen Erlebnissen und Erfahrungen von Császártét zurückgekehrt. In der Grundschule von Alas wurde die deutsche Nationalitäten-Volkstanzgruppe vor 32 Jahren gegründet. Die Mehrheit der Schüler ist schwäbischer Abstammung. Vielerorts wird von den Großeltern noch die Mundart gesprochen. Die Gala zum 30-jährigen Jubiläum konnte wegen der Corona-Lage bis jetzt nicht veranstaltet werden. Jetzt wurde es aber nachgeholt. An der Veranstaltung traten mehrere Generationen gemeinsam auf. Oh.
Olaszon a néptánc oktatás már az óvodában elkezdődik, az általános iskolás tanulóknak pedig csaknem 80%-a táncol. Mindez több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor megalakult az iskola német nemzetiségi tánccsoportja. A jubileumi rendezvényt a vírushelyzet miatt korábban nem tudták megtartani, így most, szeptember 24-én találkoztak volt és jelenlegi diákok, akik együtt léptek fel a táncgálán. Az én osztályfőnököm alapította a tánccsoportot, amikor 12 évesek voltunk, szóval 32 éve, és nagyon örülök, hogy most sikerült ezt összehozni a vírus miatt. Tartjuk a hagyományokat, próbálunk minél többet én itt az iskolában a gyerekekkel, meg otthon a családban nemzetiségi programokat szervezni, részt venni. Én is felléptek, volt osztálytársammal, aki szintén alapítottak, és igen, akkor kezdtük itt 32 éve. Müller Anita választotta össze a tánctanár, ő itt az iskolában a tánctanár, ő alapította az iskolás tánccsoportot, és természetesen sváb táncokat, amit anno 32 éve is táncoltunk. Olaszon a néptánc szeretete nemzedékről nemzedékre öröklődik. 13 éve táncolok, és nagyon szeretem. A nővérem táncolt kiskorában, és akkor elkezdtem én is táncolni. Az iskola német nemzetiségi tánccsoportja nem csak a sváb táncokat, hanem a helyi népviseletet is őrizte, és őrzi mind a mai napig. Az értékek nagyon fontosak, tehát itt a svábság, a nemzetiség, én úgy gondolom, hogy mindenki jó érzéssel jött, tehát a próbák is jó hangulatba teltek, és most is szívesen jöttünk, és felelevenítjük az általános iskolai élményeinket. Mi akkor 4 éven keresztül felső tagozatba táncoltunk, a Borsodi Teri néni volt az osztályfőnök, és ezt ő szorgalmazta, az ő osztálya táncolt előtte is, meg mi is, és szerintem mindenkinek jó érzés, én azt gondolom, hogy egy kicsit így visszacsöppentünk így a 90-es évekbe, vagyis én ma, amikor felhúztam a ruhámat, akkor úgy éreztem, hogy így visszamentem általános iskolába, x évet visszacsöppentem. Ezt a nagymamám varta a szoknyát, itt egy pár nagymama azért tudott ilyeneket meghorgolni, ezt most nem ő csinálta, mert nekem már sajnos nem tudott, de a szoknyát ő varta, de itt mindenki más, tehát vannak már modernebbek, most az enyém az tényleg az eredeti, az a régi típusú, még a válkendőn is látszik, hogy ez az eredeti. Ez bár nyilván egy modernebb, mert ez utána lett varva. A német nyelv és a hagyományok ápolása központi szerepet tölt be az intézmény életében. Annak idején én voltam az egyik kezdeményezője, amikor megalakult a tánccsoport, de 2008 óta a kolléganőm, Müller Anita vett át, és nekem is volt egy segítőm, egy kitűnő segítőm, ő pedig a Ábel Klaudia volt, az egykori tanítványunk. 2 éve tervezzük ezt a rendezvényt, de a járványhelyzet miatt ma kerül megrendezésre, és majd ahogy látni fogják, hogy szülők táncolnak a gyerekeikkel, tehát itt körülbelül 12 generáció táncsoportjaiból alakult fellépők lesznek majd. Az olaszi általános iskolában magas szintű német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A diákok többsége sváb származású. Sok helyen a nagyszülők még beszélik a nyelvjárást. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen!